Szevasztok éberek! A mai videóban egy picit lazább kontenttel érkeztem nektek. Ugye reagálni fogunk, illetve meg fogjuk nézni közösen azt a videót, ahol a Wargaming az átszázási rendszerről beszél a játékban. Ugye elkezdtek csinálni egy ilyen videósorozatot, ahol a játéknak az alapjait mutatják be. Már volt arról videó, hogy ugye hogyan célozunk az itt is van a jobb oldalt. Volt a páncél használatról, ugye volt már a látótávról, ha jól emlékszem, most pedig ugye az átszázásról rakta ki egy ilyen videót. Ugye ezt meg fogjuk nézni, és szerintem ez a videó eléggé jó lesz azoknak a játékosoknak, akik még most kezdik a játékot, és egyszerűen nincsenek tisztában, még nem annyira tapasztaltak, hogy olyan is működik ez a mechanika, mert őszinte leszek veletek, az átszázás még egy ilyen játékosnak, mint én vagyok, egy 12 játszom játékkal, mint nekem is néha tud meglepetéseket okozni, tehát ez egy eléggé komplex összetett rendszer, és szerintem ez a videó nagyjából az alapokat jól össze fogja foglalni nekünk, úgyhogy kezdjük is el megnézni. Emberleg mindent beállítottam már jól, hangot meg igen, van magyar felirat. Az átszállóval majd betakarózom. Ezek a videók általában azt vettem észre, hogy nem mindig 100%-os információt tartalmaznak, tehát valamit kihagynak, vagy valamit furcsán mondanak el benne, de az esetek 90%-ában, vagy az alapokhoz szerintem ezek nagyon jó videók. Szép képanyagokkal, meg jó illusztrációkkal. Bocsánat, srácok, lehet, hogy szangolós volt. Na nézzük. Let's go through the main terms. Kés? If your tank has been spotted, you'll see a warning light bulb, but only 3 seconds later. Keep in mind that that's more than enough time for your turret to be hit. When the enemy stops spotting you, you'll be visible for 10 more seconds. Na, egyébként itt már most megállítom, ezt szeretnék ugye hozzárakni. Ugye, miután felszpotoltak, a lámpa, a villanykörte, az ugye 3 másodperccel később jelenik meg, de most már van erre egy legénységi perk, amivel ezt le lehet azt hiszem vinni 2 másodpercre. Illetve ugye 10 másodperc a normál esetben, 10 másodpercig akkor vagy spoton, hogyha minden normál szituációban van, de most már ugye a könnyű tankok fel tudják rakni azt a legénységi skillt, hogy 2 másodperccel tovább spotolnak, az ugye már 12 másodperc. Illetve ezt ritkán szokták használni a könnyű tankok, hogy rá tudnak rakni a tankra úgynevezett rádiót, és azt hiszem azzal még 4 másodperc, most hirtelen nem emlékszem, de extra másodpercig is felszpotolva tudják tartani a tankot, és ha jól tudom, ilyen 16 kötőjel 18 másodpercig most már spotol lehet tartani valakit, hogyha minden extra felszerelés meg cucc rajta van a tankon, ami eléggé durva, de én azt szoktam mondani, hogy azért ez eléggé ritka, szerintem a light tank játékosból 100-ból, hogyha egy használ ilyen rádiót, az már soknak mondható, de ez nem szokott annyira gyakori lenni, viszont a skillt azt szokták használni, és az extra 2 másodperc az néha szinte néha idegesítő tud lenni, hogy ugye számolod a fejedbe a 10 másodpercet, visszanézel, és még pont spoton vagy, és pont el tudnak lőni. Mostanában inkább érdemes ilyen 11-12 másodpercig elszámolni a fejetekbe, és utána kinézni. Vagy ugye most már móddal be lehet állítani, hogy a lámpa az 10 vagy 11 vagy 12 másodpercig legyen felvillantva, és akkor tudjátok vizuálisan látni, hogy meddig van az meddig vagytok spoton. Nyilván ugye ez nem mutatja azt, hogyha valaki felszpotolt titeket újra, és ugye folyamatosan spoton vagytok, tehát párma spoton tart titeket, ez nem mutatja, de ott maradt 11-12 másodpercig ugye a lámpa, és tudjátok látni. Na most még egyébként azt szoktátok tőlem kérdezni, hogy Elit, honnan tudom azt, hogy nem vagyok ugye már spoton? És ezt azt tudom mondani, hogy tegyük fel, van egy tank, ami felszpotolt titeket, hogy felnéz a könnyű tank a domb tetején, tesz egy spotkört, utána lemegy, ugye spoton vagytok ti is, illetve ő is. És amikor ugye ő eltűnik spotról, akkor ugye nagyjából ti is eltűntetek spotról, tehát akkor nagyjából már elkezdhettek visszamozogni a pozícióba, mert akkor ugye lejárt a spot mind a kettőtökről. Én így szoktam nagyjából gondolkodni. But how do you remain unspotted? Every vehicle has its own concealment value. It affects what penalty the enemy will receive to their view range value. So whether you're spotted or not depends not only on your concealment, but also on the enemy's view range. Concealment depends on the vehicle size and type. As a rule, light tanks have the best concealment. For medium tanks, it's average. Illetve ugye a könnyű tankok még kapnak egy olyan bónusz, hogy ők mozgás közben is ugyanazt az átszázást kapják meg, mint álló helyzetben, viszont az összes többi tank mozgás közben kevesebb átszázást kap. And heavy tanks? Well, hide and seek is not for them. Hát ez nem szokta érdekelni a 60 TP játékosokat a piros vonalon.
Concealment heavily depends on what your tank is doing. If it's stationary, the value is at its highest. Na, ugye ezt akkor elmondják, jó? Then it's significantly lower. Concealment when stationary and on the move is only the same for light tanks. Finally, when you shoot, your concealment drops to its lowest. When you're hiding, shooting is the best way to reveal yourself. Bushes provide a great concealment bonus and allow you to hide almost right under the enemy's nose. To do that, you need to cover all your vehicle's visibility checkpoints in or behind the bush. The crowns of trees work in the same way, but only the crowns. You can't hide a tank behind. Sokan egyébként nem tudják, hogy ha a kidöntött fák mögé is el tudtok bújni, tehát tegyék fel, egy nyitmező közepén álltok, nincs más bokor vagy ciklóval be tudnátok állni fedezékbe, akkor ha kidöntöttek egy fát, az is amúgy átszázási értéket tud nektek adni. Tree trunk, so it's best to fell it in advance. This rule doesn't apply to conifer trees, since they have low crowns. You can leave them standing. Both trees and bushes are divided into two types, with and without foliage. The concealment bonus from leafless vegetation is only half the one leafy vegetation provides, but it's a bonus nonetheless. So remember this difference. Ez is érdemes, hogy észbe tartani. If there's more than one bush between you and your opponent, their bonuses add up. Double bushes work better than single ones. Úgy érzem, hogy mint matek órán, középiskolában úgy érzem magam most. Doesn't cut your view range is if you're close enough to it that it's transparent in your reticle. That said, the concealment parameter is decreased for vegetation within 15 meters around you when you fire. Igen, ugye sokan ezt nem ismerik, hogy hogyan kell a dupla bokor szabályt ugye alkalmazni, főleg ugye nem könnyű tankkal, ezt nem hiszem, hogy könnyű tankkal kellett volna mutatni, hanem inkább közepes tankkal, vagy igazából bármilyen más tanktípussal. Ugye, ha közel mentek a bokorhoz, akkor ugye átlátszóvá válik, ez itt látható is. Tehát ilyenkor átlátszó a bokor. Látjátok a bokrot, hogy mozog, ez innen tudjátok, hogy a bokorba vagytok, és amikor elkezdtek tolatni, és ugye pont kijöttek egyébként a sniper nézőből, amikor ezt látjátok, hogy a bokor nem átlátszó, akkor vagytok tőle 15 méternél nagyobb, 15 méterre vagy nagyobb távolságra, és ez azért fontos, mert amikor elővitek molotokat, akkor 15 méteres körben minden bokor, meg minden átszázást adó dolog, az megszűnik létezni körülbelül, és ugye akkor fel tudod titeket spotolni, de így, hogyha 15 méterre elmentek a bokortól, ugye még a bokor ott lesz előttetek, így nem tűnik el, és ezért nem tudnak titeket olyan könnyen felszpotolni. Ezért szoktam mindig azt csinálni, hogyha közepes tanka vagyok, bemegyek a bokorba, spotolok, hátra tolatok, amikor 15 méterre vagyok, nem átlátszó a bokor, ellövöm magam, és amíg újra töltök, meg tudom újra ezt csinálni. Bemegyek a bokorba, spotolok, visszahúzom, pont be vagyok töltve, megint tudom ezt lőni, és így lehet ugye dupla bokrozni, és mondjuk a papír közepes tankommal így tudok agresszívan játszani. Putting it simply, you can spot enemies when you're close to bushes, but will be spotted yourself after shooting. Így van. If you roll back, you won't be able to spot, but can shoot while remaining unseen. Így van. This is how you can use it. Roll to a bush so that it becomes transparent. Spot the enemy and roll back a little, then fire. És ilyenkor visszamész a bokorba, megint spotolsz, ameddig újra töltesz, mert sokan azt nem tudják, hogy, vagy sokan ilyenkor nem szoktak visszamenni a bokorba, de ameddig ugye újra töltesz, pont van időd, mert nem tudsz semmi más csinálni. Ilyenkor érdemes megfigyelni azt, hogy pont annyira hátra jönni, hogy éppen hogy eltűnjön a bokor, tehát nem tűnik el, vagy még átlátszó a bokor, még átlátszó, ó, itt ebben a pillanatban már nem átlátszó, akkor itt megállsz, és akkor tudod, hogy ha egy métert előre mész, akkor már tudsz spotolni, ha métert visszatolatsz, akkor már ugye nem spotolódsz, és ezzel ugye játszani. Ez nagyon fontos Marnika a játékban. Wow, ezt megmutatják ebbe a videóba. Wow. Nem gondoltam volna, egy ilyet is beleraknak. Ugye le lehet dönteni a fákat repesztőszerrel, és amit itt nem mondanak el, hogy amilyen irányba meglövöd a fát, ugye az ellenkezőbe fog dőlni. Tehát, hogyha a fa mögé lősz, akkor felét fog dőlni. Ha a fa legközelebbi részéhez lősz, ugye az elejéhez, akkor tőled ellenkező irányba fog dőlni, hogyha a bal oldalra lősz, akkor jobb oldalra fog dőlni, hogyha jobb oldalra, akkor bal oldalra. Ez nyilván azért fontos, mert ha ki akarsz alakítani magadnak ilyen fészket, akkor, és mondjuk nem tudsz oda menni a bokorhoz, mert fizikailag mondjuk kim van a piros vonalon kívül, vagy nem férsz oda a tankoddal, akkor repesztőszerrel ezt meg lehet ugye tenni. És ez eléggé hasznos tud lenni. At 50 meters, the enemy is guaranteed to spot you. Így van. No bushes, obstacles or terrain can save you. Ugye ez az a kék kör, amit láttok
a kis térképeteken, ezért érdemes mindig figyelni, hogy esetleg ki van ott, mert ugye az automatikusan spotol titeket, tök mindegy, hogy ott van egy ház előttetek, vagy nincs. If there's not enough room on your position to roll back 15 meters from the bush and fire, you need to get to cover after each shot, immediately, not after you see the light bulb. Keep in mind the time you remain spotted. If your gun takes less than 10 seconds to reload, think twice what's more important for you. Quickly causing more damage or waiting a few more seconds to disappear. Nem tudom, milyen felszerelés használnak egyébként a cserélőtére, hogy 10 másodpercig tölt a tank, de mindegy. Stay alive. You can count these 10 seconds based on your reloading time. Nyilván egyébként az ilyen TD-k, amik mondjuk 10 másodpercnél tovább töltenek, azok erre a dupla bokozásra szinte tökéletesek, mert ugye visszahúzod, amután betöltöttél, már ugye valószínűleg nem vagy spoton és visszamehetsz a bokorba. A gyors tüzelésű TD-k, mint mondjuk a TVP TD-vel, ezt ugye kétszer át kell gondolni, hogy mikor mész vissza a bokorba, mert hogyha túl gyorsan, akkor letörülhetnek a pályáról. Think how much damage you might receive while unloading your magazine. If the HP trade is definitely in your favor, then go for it and head for cover later. Abszolút egyetértek. Egyébként itt gyors megjegyzés, srácok. Nem tudom, figyeltétek, hogy amúgy a TVP így állt be a bokorba, ami a fetőn szerintem nagyon rossz beállás, mert így az egész testét látják a nehéz tankok, és igazából, hogyha bármelyik nehéz tank, vagy mind a három megáll, akkor el tudják lőni a TVP-t. Hogyha beállsz így régen a szikla mellé, akkor 30%-át se látják a tanknak, ugyanúgy spotolsz, és lövés után is ugye spoton leszeltettek, teljesen mindegy, nem tudsz itt dupla blokkozni normálisan, itt igazából a sebzésre kell figyelni, itt ki lehet úgy tárazni, vagy el lehet övödözni a felmenő nehéz tankokat úgy, hogy egy dövést nem kapsz, hogyha jól pozícionálod magad. Na, ebben amúgy soha nem voltam biztos, hogy mi történik a játékban, mert ilyen nem nagyon szokott előfordulni, hogy tegyük fel, van előttem egy mouse oldalasan, mögötte egy LC, tehát fizikailag nem látom, nem vagyok 50 méternél közelebb, hogy akkor felszpotolom az LC-t is, vagy a mouse-t is, de ha jól értelmezem itt ebbe a videóba, akkor felszpotolom az LC-t is a mouse mögött, nem csak a mouse-t. Mert ugye itt ugye a roncs mögött ott állt a HVK, és a roncson keresztül ki tudta spotolni a könnyű tank. Finally, how do you hide without bushes? You need to keep an eye on the maximum view range distance on the minimap. Így van, főleg egyébként ez könnyű tankkal, papír közepes tankkal nagyon-nagyon fontos információ, hogy a kis térkép funkciók azok mindig legyenek bekapcsolva. Ugye látsz először egy sárga kört, az lesz a maximum kirajzolási távolság, azon belül rajzolja ki a játék a tankokat, hogyha tegyük fel, itt ül egy tank, akkor annak nem fog tudni a HP-ját, nem rajzolja ki, még hogyha fizikailag rá tudnál lőni, akkor is oda tudsz lőni, mert a lövedékek ugye a játékban azt hiszem 730 méterig ugye elmennek, utána így eltűnnek, tehát még fizikailag oda tudsz lőni, csak nem rajzolja ki neked a játék. Utána ugye látni fogsz egy, alapvetően láthatsz ugye egy fehér kört, vagy egy zöld kört és egy fehér kört. A fehér kör az mindig ugye a látótávodat fogja, bocsánat, a fehér kör az mindig a 445 méteres maximum látótávot fogja jelölni, a zöld karika meg ugye mindig a saját látótávodat. És tegyük fel, hogyha nincsen meg a 445 méteres látótáv, akkor ugye látni fogod a sárga kört, látni fogod a fehér kört, az a maximum látótávolság a játékban, és ugye látni fogsz egy zöld kört, mondjuk van 420 méteres látótávod, akkor nagyjából itt látni fogsz egy zöld kört kicsivel a fehértől, vagy kicsit kisebb kört, mint a fehér, hiszen éppen, hogy nem éred el a 445 méteres látótávot. Szokták tőlem kérdezni az emberek, hogy Delit, hogyha a maximum látótáv az 445 méter, akkor mi értelme van 500 méteres látótávot kialakítani mondjuk egy könnyű tankon vagy közepes tankon, akkor nem csak elveszik az extra méter. És nem így működik. Ugye úgy kell felfogni ezt a dolgot, hogy minél magasabb a látótávod, annál előbb töröd meg az ellenfélnek az átszázás értékét. Tegyük fel, hogyha mező közepén jön feléd egy tank, hogyha van 445 méteres látótávod, akkor felszpotolod mondjuk 300 méterre mondjuk egy könnyű tankot, vagy teljesen mindegy, egy tankot felszpotolsz olyan méterre, most tök mindegy, mit mondok, ez csak egy példa. 300 méterről ugye felszpotolod. Viszont hogyha van 500 méter, vagy bocsánat, srácok, 200 méterről. Na, újra, srácok, fogalmazok újra, jó. Tehát, hogyha van 445 méter látótávod, akkor tegyük fel a mező közepén lévő tankod 200 méterről spotolod fel.
Viszont, hogyha van 500 méter látótávod, akkor lehet, hogy ugyanazt a tankot már 300 méterről vagy 250 méterről ugye spotolni fogod. Ezért fontos följebb menni, amennyire csak lehet a látótávból, még a max fölé is, mert annál előbb töröd meg az ellenfélnek az átszázási értékét. Na, csak sikerült ezt kigyogni, srácok. És ugye ebből azt akartam kihozni, hogy ha papír közepes tankkal, meg könnyű tankkal játszol, akkor mindig figyelembe kell venni ezt, mindig rajta kell lenni a szemednek a kis térképen, hogy az ellenfél, akire lősz, főleg ugye magas tírben jobbak a legénységek, jobb cuccokat használnak az emberek, ugye a 445 méteren belül elövöd magad, valószínűleg ugye spotot fogsz kapni, tehát csak nem ugye dupla bokrozol, vagy bokor mögül lősz, vagy nagyon jó átszázási értéked van. És ezért, hogyha papírtankkal játszol, nagyon fontos, hogy ezt kihasználd, hogy mindig olyan távolságra tartsd az ellenfelet, hogy a kirajzolási távolságon belül legyen, tehát kirajzolja neked a játék, de 445 méteren kívül, hogy biztosan ne kapjál ugye spotot. But in most cases, without a bush, you'll be spotted as soon as you roll into the enemy view range circle. This depends on your concealment value. Concealment can be increased in several ways. First of all, don't leave your tank in its factory paint. In the preset styles tab, every 2D or 3D. Jó, de megállít a rendőr, akkor hogyan magyarázom meg neki, hogy nem gyári a fényezés? Visual, so select the one you like most. The custom style tab allows you to paint the vehicle however you like. Én Mirka Lilára. Bonus if you apply camouflage to its hull. And we mean camouflage, not one color paint. Perks. The concealment perk significantly boosts the parameter of the same name, and also depends on how many crew members have trained it. For the maximum bonus, you need to train it to 100% for all tankers. Brothers in Arms improves all parameters. It boosts concealment even more, but only if the concealment perk is trained. Food consumables and ventilation have the same effect. Improved radio. Amire még figyeljetek oda, srácok, hogy lehet egy olyan trükköt csinálni, hogy tegyük fel, csak egy legénységi tagra képzed ki az átszázást, és ugye direktívának használsz átszázás direktívát, ami 20.000 kredit per kör, tehát eléggé drága, viszont így ugye tudsz más fontosabb ugye perkeket berakni, esetleg addig oda, és amikor majd több perkes lesz a legénység, vagy több skill tudsz rárakni, akkor ugye be tudod rakni az átszázást, így lehet egy picit csalni a rendszerrel. És itt beszélnek egyébként a felszerelésekről. Mutatja egyébként, hogy te ugye másfél másodperccel kevesebb ideig vagy spoton, illetve az ellenfelet másfél másodperceig extrával spotolod, plusz még van a legénységi képesség. Ez így összeadódik. And increase the time an enemy remains spotted. It might be useful sometimes, but it's not very popular. Ahogy mondtam, ezt nem sokan szokták használni. Is the concealment value, but only for a stationary vehicle. It's a very situational piece of equipment that's most useful for some vehicles with siege mode, since they can turn their hull without disabling the net effect. Őszinte leszek veletek, srácok, szerintem nincs olyan tank a játékban, amire érdemes átszahálót rakni. Amióta bejött a játékba a kipufogó rendszer, egyszerűen nincs értem az átszahálót használni, még akár ilyen siege módos tankon sem, ahol, hogyha forogsz, de nem mozogsz, ugye akkor rajtad marad az átszaháló, mert egyszerűen csak nem éri meg. Túl szituációs maga a felszerelés, hogyha mozogni kell, akkor ugye nem érsz vele semmit, úgyhogy én nem ajánlom senkinek, hogy átszahálót használjon. Főleg nagyon fontos, hogy könnyű tankra ne használjatok. Tehát, még hogyha estervére használ valaki, akkor azt valamilyen szinten meg tudom érteni. De ne, még arra se, de könnyű tankra meg főleg nem. A kipufogó rendszer mindig jobb lesz összességében. Így van. Keep in mind that all this may only be useful for light tanks, sniper tank destroyers, and some medium tanks. There are many more useful pieces of equipment and perks for heavy tanks. Ugye a rádiót pont ezért nem használják ugye a könnyű tankok, mert ha belegondoltok, mi van, vagy mi a meta könnyű tank felszerelészet? Van a sakilátási rendszer, ugye a CVS, távcső a látótáv növelésre, ugye a CVS azért mondja, a bokor mögött fel tudsz spotolni az ellenfeleket, illetve ugye kipufogó rendszer, hogy folyamatosan mozgás közben is, meg lövés után is jól legyen az átszázási értéked. Egyszerűen a rádió negyediknek kéne jönnie, és egyszerűen nem tudod egyiket se lecserélni. Tehát
látótávra is szükséged van, kell a távcső. Bokor mögött látni akarod az ellenfeleket, az fontosabb, mint a rádió. Illetve az álcázás is fontosabb, mint a rádió, és nincs hely egyszerűen a rádiónak. Maximum egyébként rohamba lehet érdekes, mert ugye rohamba alapvetően kevés ideig van spoton a tank, jól emlékszem, most ez 4 másodperc, és ott ugye le lehet ezt lejjebb vinni, ami nyilván hasznos tud lenni. But you also need to understand where and how to do it. If you hide in bushes, it's best to do so in key positions. Nem szeretem, amikor a könnyű tankok ide följönnek, főleg nem a meccs elején. Ez egy nagyon risky play, 10-ből szerintem 2-szer, hogyha bejön, az már egy jó arány, és ezt blindolni is tudják ezt a bokrot. Nem szeretem ezt a pozíciót, ez régen sokkal jobb volt, most már eléggé tudják az emberek. Ja, és soha nem lövünk innen. Soha nem lövünk onnan. Near the base for passive defense to retreat when it's obvious your team is losing a flank. Standing there from the start of battle only makes sense in specific sniper vehicles, which are less useful in close combat. Mm-hmm. But even in these vehicles, there will be moments when you need to leave the bush and go help your allies nearby. Egyébként Plonovka az tipikusan az a pálya, amit szeretnék részleteibe bemutatni, ugye már elkezdtem a pályabemutatót csinálni, és egyébként nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a pozitív visszajelzéseket, amúgy nagyon jól esett, és amúgy egy jó boost volt arra, hogy csinálják még több ilyen videót. Proho az mindenképpen az a pálya, amit szeretnék bemutatni nektek, mert azt vettem észre, hogy ez a pálya a jó játékosok között nagyon kedvelt, az átlag játékosok között, meg ugye a legtöbb játékos között ez egy nagyon utált pálya, mert nehéz jól játszani. Úgyhogy szeretném mindenképpen bemutatni nektek majd a jó pozíciókat rajta. Or you can use the bushes near the windmill itself. Soha, ne, srácok. Ez az A1-es pozíció itt a malom mellett, én még nem láttam olyat, hogy ez hasznos lett volna. Maximum arra jó, hogy volt már olyan, hogy játszottam mondjuk a nehéz tankomat, fölmegyek a hegyre, ott volt egy TVP, letározott engem 1002-re, majd utána megdöglött, mert ugyanak kifókuszáltuk. Tehát én elveszítettem a HP-t, de utána ő meghalt, és eldobta az egész tankját. Soha ne használjátok ezt a pozit, főleg ne könnyű tankkal, nem tudtok semmi értelmeset spotolni innen. Hiába spotoljátok a tankokat, hogy ott lesznek mellettek a nehéz tankjaitok, ők már spotolják a tankokat, meg tudják lőni, ez egy haszontalan pozíció, srácok, soha ne. Mert azt garantálom nektek, srácok, hogy itt fognak ülni a TD játékosok, és hogyha egy beviszi a lövését, az már jó lesz. Soha nem fogják így lefókuszálni a tankokat, mint ahogy itt most a videón láthatjátok. Illetve, hogyha az ellenfél nem megy kin, ugye itt a domnak a szélén, akkor be se látnak ide. Tehát nem fognak tudni segíteni. Maximum az arti tudni segíteni. Ez nem így működik. You can occupy a balcony and stay there until the end of the battle, trying to exploit enemy mistakes. Az átlag TD játékos egyébként ilyen billentyűzetet nem használunk. Beültem a bokorba, jöjjön ki elém az ellenfél, aztán majd jó, meglövöm. Nem mozogni, újra pozícionálni, az sem szokott megtörténni. And shoot at heavy tanks while remaining invisible. In the second case, your influence on the outcome of the battle will be higher. It's very important to be able to use concealment in World of Tanks, but that's not all there is to the game. Igen. Jó példa, amikor a Light-ha pattingatjuk az FA appülövését. Az átlag csapatársaim. Emlékeztek arra a videóra, srácok, amit felraktam a CV tankokról a VK-72-vel, hogy Párizson a Maus állt, azon egyáltalán nem volt átsz, ha jól emlékszem, az utolsó vonalba, ugye a piros vonal mellett, és írogatta, hogy amúgy mennyire rossz a csapat. Szerintem ugyanaz a játékos cosplay el itt is. Úgyhogy figyeljetek, srácok, összességében amúgy szerintem ez a videó jó, mert nagyjából elmagyarázza az alapokat ugye az álcázásnál. Ugye van egy-két dolog benne, amit így megemlítenek, hogy álcáló, meg ilyenek, azokat felejtsétek el, meg mutatnak egy-két pozit, ami amúgy nagyon nem meta, de alapvetően szerintem egy jó videó, és igazából már sokan kértétek, hogy csinálok az átszázási rendszerről egy videót. Nem tudom, hogy majd a jövőben nekiállok-e, mert tényleg az is egy nagyon-nagyon komplex dolog, és nagyon sok példa kell hozzá, nagyon sok különböző szituáció, úgyhogy majd meglátjuk. Lehet, hogy egyszer majd az is el fog készülni a pályabemutatók mellett is. Úgyhogy ja, srácok, azokon dolgozom. Írjátok majd le kommentbe, hogy mennyi segített nektek ez a videó. Volt-e olyan dolog, ami teljesen újdonság volt,
Esetleg, vagy minden olyan információ, amit itt elhangzott, azt már rég tudtátok, és ez a videó nem volt túl nagy segítség. Én azt gondolom egyébként, hogy ez inkább a még tapasztalatlan kezdőbb játékosoknak tud egy nagy segítség lenni. Úgyhogy srácok, nagyjából ennyi lett volna a mai videó, remélem tetszett, és akkor találkozunk majd a következőkben. Elköszöntem, szevasztok!